Sziasztok gamerek! Remélem mindenkinek jól tölik a napja. Újabb nap, újabb aukció. A Wargaming nem, nemrég rakott ki egy cikket, hogy egy újabb aukció fog érkezni a játékban. Nem is tudom, hogy tudnám ezt jegyezni. A, a közelgő aukció, vagy hogy tudnátok ezt lefordítani magyarra, én nem találtam jó fordítást. Ugye augusztus 18-án fog kezdődni ez az aukció, reggel, reggel 11 órakor, és augusztus 21-én éjfélkor fog véget érni, és kaptunk egy ilyen kis videót, nézzük meg azt, hogy, hogy mi, miről is szól ez az aukció. Örülem, most már hallani fogjátok a videót, de igyekszem majd ide kirakni a, a szöveget is. Igen, be van kapcsolva a felirat. Alig várom már, hogy elkötessem az összes pénzemet. Rare in-game items. És az pontosan amúgy mit akar? Mert ugye itt a, a cikknek a tetején annyi volt írva, hogy, hogy uh, ritka járművek, exkluzív stílusok és exkluzív varhammeres. Uh, Témájú stílus, úgyhogy pontosan ez mit jelent? kapunk -e új tankot? Nem kapunk új tankot? Nem tudom. Igen. Játékban is megtaláljátok ezt a dolgot. A Boldban. Minden egyes napon lesz uh, egy ajánlat, új ajánlat, néha több is. Igen. Na, ez egy pozitív tulajdonság mindenképpen nem úgy van, mint az Object 780-nál, hogy mire felkeltek, és mondjuk fél óra múlva kezdtek föl, mint ahogy az event uh, elstartolt, akkor már nem volt tankotok. úgyhogy ez egy nagyon nagy pozitív tulajdonság, hogy ez, hogy gondol az worrying azokra az emberekre, akiknek ugye van életük, ugye munkába járnak egyéb elfoglaltságok vannak, és nem ilyen, tudjatok. Uh, akik otthon ülnek és ebből tart. Ezért tart uh, Jártanak tartalmat mint én, mert nyilván én föl tudok elni, de a legtöbb ember nem ilyen szituációban van, úgyhogy ez egy pozitív tulajdonság. Vagy pozitív változtatás az aukcióban. Tehát olyan dolgokat fogunk kapni, amik most először elérhetők kreditér, vagy pedig free xp Ez most prémtankot jelent, ami mondjuk eddig csak pénzzel lehetett megvenni, de most de most már elérhető másért is? Hmm. As well as Rare and unique items, tehát ritka és egyedi uh, cuccok. De mik ezek? Each lot will a tehát kredit, szabad XP meg aranyért lehet uh, majd vásárolni. May on the lot. Amik változni fognak a különböző uh, ajánlatoktól. Kétfajta fajta ajánlat lesz, zárt és nyitott. Tehát ugye, a zárba, ugye lehet, a zárba lehet tudni, hogy mi van benne, mit tartalmaz a csomag, mennyi van a csomagból, mennyi a minimum bid, mennyi, és mennyi időtök van erre bidelni, tehát fogadni magyarul. És a, a, a nyitott aukció meg ugyanez, csak látjátok azt, hogy, hogy mennyi van ebből a dologból, mennyien fogadtak rá, és még azt hiszem illetve még a kompetitív bidet látjátok, hogy mennyi az, ami valószínűleg el tudni hozni ezt. Hát igazából itt azt mondják el, hogy azonnal, amint fogadtak ugye az a fizetőeszköz az le lesz vonva a fiókotokról, de hogyha meggondoljátok magatokat, amikor, akkor bármikor ki tudjátok ugye venni, uh, és tudtok újat fogadni, illetve változtatni tudtok rajta, ami szintén egy pozitív változtatás szerintem, vagy ez nem változtatás, ez egy pozitív dolog. Igen, ez, ez jó dolog. Nyertesek az idő lejárta után lesznek kihirdetve. Igen. Na, ez jó, ez jó srácok. Tehát, hogyha bideltek valamire, és nem nyeritek meg, akkor vissza fogjátok kapni a következő fogadás idejére azt az elkötött mennyiséget, úgyhogy ez szerintem pozitív. Szerintem ez a videó egyébként ennyi lesz. Hát srácok, őszintén nem tudom, hogy hogyan reagálják erre a videóra, ezt már másodjára veszem egyébként föl, teljesen őszinte leszek veletek, mert, mert nehéz erre a dologra reagálnom, mivel vannak jó változtatások itt, a, itt az aukcióval kapcsolatban, az, hogy nem reggel kezdődik, hanem azért 11-kor, tehát nem kell mondjuk azért hajnalban föl hogy tudjatok bidelni, plusz az, hogy ugye van 13 órátok, az is egy jó változtatás. Csak van egy-két dolog, ami ami úgy nem tetszik ebbe a dologba. Például az, hogy szabad xp lehet uh, majd venni dolgokat, de mire kezdődik ez az event, addigra majd nem lehet akciósan átváltani szabad XP-t. Tehát, hogy egy olyan most jelenleg azt hiszem még 40 szabad XP-re tudtok átváltani, mire kezdődik az event, addigra visszamegy a normál állára, tehát a 25-re. Ez egy olyan dolog, hogy szerintem akkor már hagyhatták volna, vagy egy úgy idézítette a Wargaming, hogy, hogy aki eddig átváltott, az jó járt, aki nem, az meg a hát drágában tudjon csak átváltani, illetve ugye most a kredit az nagyon fogyni fog az embereknél, mert például én is összefarmoltam 20 millió kreditet, és azt valószínűleg ugye nagy fogyócikkekre akarom elkölteni, illetve a pótkájára, sőt, még ugye a felszerelések is le vannak árazva, tehát a legtöbb embernek most el kell döntenie majd azt, hogy ide az aukcióba akar egyedi dolgokat megszerezni a kreditével, vagy pedig a, a felszereléseket, illetve a fogyócikkeket akarja megvásárolni, illetve hogy összességében ezek az aukciók nekem azért nem tetszenek, mert ugye úgy akarnak eladni ugye tankokat, amik hogy is mondjam, tehát beszéljünk egy picit a tankokról, ott van ugye az Object 268 5-ös, illetve az Object 780. Na most ezek a tankok nagyon-nagyon drágán keltek el, mert ugye beállították, hogy ezek exkluzív tankok, és máskor nem lehet őket megszerezni, és az emberek még nem tudták, hogy jó vagy rosszak ezek a tankok, de mivel exkluzív, és féltek attól, hogy lemaradnak egy nagyon OP tankról, ezért megvásárolták. És ezeket az aukciókat azért nem érzem ilyen helyes dolognak, mert rámennek arra, hogy az emberek szeretik az exkluzív, tehát a, az egyedi dolgokat, amik így hirtelen lehet megszerezni, és akkor így... így most meg kell szereznem. Tudjátok, van ez a, ez a szerencsejáték um, dolog, tudjátok, az emberek szeretne, szeretnek a szerencsejátékból így fogadni, meg ilyenek, hogy most meg lesz, nem lesz meg, és úgy érzem, hogy egy picit rámegy erre a wargaming most, és többször, mint ami kéne, mert szerintem egy aukció egy éve, vagy maximum kettő, az nem annyira vészes, tehát az még elfogadható, de most már két-három havonta kapunk ilyen aukciókat, és egyszerűen a legtöbb embernek nincsen ennyi um, kredit, szabad XP, illetve arany a fiókján, hogy ezzel lépést tudjon tartani, viszont lehet, hogy ezzel meg ráveszik azra az embereket, hogy akkor vegyenek aranyat, amiből XP-t váltanak át, és akkor meg tudják szerezni ezeket a dolgokat, mert azt gondolják, hogy amúgy jó cuccok lesznek, és ezek exkluzívak, és máskor nem lehet megszerezni. Úgyhogy én igazából ezzel a videóval, én szerintem csak arra szeretném felhívni a figyelmet, srácok, hogy, hogy ez egy játék. Lesznek még ilyen aukciós dolgok benne, szerintem mindentől kezdve um, sokat fogunk látni. Én azt gondolom, hogy nem ez lesz az utolsó, amit látunk, szerintem ez most már egy eléggé visszatérő dolog lesz a játékba, és tényleg gondoljátok át kétszer azt, hogy mire szeretnétek költeni erre a játékba, és hogy mennyit szeretnétek költeni. Nyilván nem azt mondom, hogy ne költsétek el a, a dolgokat, nyilván ti kezelitek a saját pénzeteket, az a, az a saját időtök, energiátok, amivel ugye megszeresztitek ezeket a fizetőeszközöket a fiókotokra. Én csak arra, arra szeretném fölni a figyelmet, hogy kétszer is gondoljátok át, hogy mennyire akartok belemenni ezekbe az exkluzív ajánlatokba, mert lehet, hogy utána meg teljesen megbánjátok, hogy ezeket megvásároltátok. Én így sem majd megszerezni a legtöbb dolgot, ugye nyilvánvalóan nekem egy kicsit más ez a szituáció, mert most mondhatjátok, hogy ez most azt mondtad, hogy ne vegyem meg, de te meg megszerzed, akkor most miről beszélsz? Ugye nyilvánvalóan nekem ez a munkám, hogy nektek tartalmat gyártsak ebből, és szerintem az úgy, úgy, Érdemes lenne megvárni azt, hogy mire készítek, hogyha van valami új dolog, tegyék fel mondjuk egy új tang, akkor kirakjanak a nem csak én, de más content kreátorok kirakjanak videót, és akkor láthassátok, hogy mit is tud ez a dolog, megérnektek nektek ennyit, tehát nem egyből belecsöppenni abból, hogy úristen, most nekem ezt meg kell venni, hanem akkor kicsit utána jártok ennek a dolognak. És a srácok, kommentbe írjátok meg egyébként, hogy ti mit gondoltok erről a, erről a bidelős eseményről, hogy ti szeretitek ezeket a, ez a fogadós történeteket, vagy ezeket az aukciókat, vagy szerintetek ez egy pénzlehúzás. Arra kérek mindenkitől, hogy legyen egy kulturált vitánk a a, a illetve a komment szekcióba, tényleg próbálj meg kulturáltan vitázni erről a dologról, tiszteljük meg a másiknak a véleményét, hogyha valakinek nem olyan a véleménye, mint ami nektek tetszik, akkor se oda menjünk, oda azt köpködjük le a kommentjét, erre kérek mindenkit. De srácok, ennyi lett volna a mai videó, és akkor igyekszem majd tartalmat gyártani a következő napokban erről az aukcióról. Lehet, hogy nem leszek itt van egyik nap vagy másik nap, de amint tudok, felrakok erről a, erről a dologról a videót, és akkor meglátjuk majd, hogy miről is szól ez a dolog. Én addig nagyon szépen megköszöntem nektek a figyelmet, legyen szép napotok, és akkor a következő videóban, vagy pedig streamen találkozunk. Sziasztok!